Városunk tájfutóinak nagy hagyományokkal rendelkező versenyét, a Kalocsa kupát az elmúlt hétvégén, azaz szeptember 19-én és 20-án rendezték meg. Az eseményre Kaskantyú térségében került sor. Kaskantyú, Bócsa és Orgovány között található egy óriási területen egy hatalmas ősborókás rész, aminek egy csipetnyi területét mi használjuk tájfutásra. Egy része ennek fokozottan védett természetvédelmi terület, tehát eléggé körültekintően kell a versenyrendezés kezdetétől fogva eljárni. A kupát ezúttal is nagy érdeklődés kísérte, több száz futó állt rajthoz a kétnapos megmérettetésen. A versenyre ezúttal több mint 300 fő jött el, ez több mint 50 klub nevezett. Hál' Istennek ez már egy szép szám. Természetesen az országos bajnokságokon 500-600 fő fölött, egyes versenyeken 1000 fős létszám is van, de ezt körülbelül így kell elképzelni, hogy ez egy országos rangsoroló verseny volt. Ez a 300 fő ebben a mai helyzetben, én azt mondom, hogy ez egy korrekt és jó létszám. Három futamot rendeztünk, szombat délelőtt volt egy középtáv, este egy éjszakai futam, ami egy standard erdőben is érdekes tud lenni, főleg ebben a borókásban, és vasárnap pedig egy klasszikus normál táv. A Kalocsai Egyesület leginkább a szervezésben volt érintett, tagjai a verseny lebonyolításában tevékenykedtek, azonban akadtak olyanok is, akik rajthoz tudtak állni. Néhány versenyzőnk, az 50 fős egyesületünkből néhány versenyzőnk azért elindult a versenyen. Ők jó eredményt is értek el, a Dénes Orsi a 21 B rövidben nőknél első helyezett lett, Csuka Betti ugyanebben a kategóriában ötödik helyezést ért el, és hát a gyerekeknél az én két gyerekem, a kislányom Baksa Lili, ő harmadik helyezést ért el a 10 évesek között, a fiacskám pedig a 10 éves fiú között ötödik helyezést ért el. A tervek szerint a népszerű sporteseményt a jövő évben is megrendezik. Ha az Egyesület kapacitása engedi, akkor nagy eséllyel egy új terepen.